Megtöltötték a Városháza dísztermét az Óbudai Egyetem duális információs napjára érkezők délelőtt. A rendezvényt azzal a céllal szervezték, hogy jobban megismerjék egymást a duális képzések céges partnerei és az intézménybe jelentkező diákok. Közép-európai szinten is az egyik legerősebb gazdasági centrum. A nyílt napon mondott köszöntőjében Cserpalkovics András a város gazdasági teljesítményét hangsúlyozta, ezzel összefüggésben kiemelve a duális képzési forma és a Fehérváron elérhető korszerű technológia fontosságát. Nagyon jó érzés most körbenézni ezen a termen, hiszen amikor ez a képzési forma elindult, akkor itt kicsit kevesebben voltunk, és akkor azt kívántuk magunknak, hogy néhány év múlva lőjük ki a Városháza dísztermét. Én úgy gondolom, hogy nagyjából ez így halad, akkor az a következő egy-két évben meg is fog történni. De azzal együtt, hogy nem véletlenül vagyunk a Városháza dísztermében, és hívjuk a fiatalokat és a duális partnereiket ide, mert ezzel is szeretnénk hangsúlyozni annak a képzési formának a fontosságát, és annak az egyetemnek a stratégiai partnerségét, ami a város számára kiemelten fontos képzési lehetőségeket biztosítési. Ez a város egy nagy történelmi múlttal rendelkező város, erről árulkodnak ezek a feliratok, illetve ezek a festmények itt a falakon, de emellett a magyar gazdaság jelene, és bízom benne ezen képzés következtében is, hogy a jövője tekintetében is egy meghatározó központ, a második legnagyobb ipari központja ennek az országnak. Nem elfelejtve, hogy közép-európai szinten is az egyik legerősebb gazdasági centrum, nem mi, hanem most is különböző nemzetközi elemzések is a Európa 10 leggyorsabban fejlődő és leginkább befektetésre ajánlott térségek között tartanak számot. De hogy ezt az utat be tudjuk járni, ehhez az úthoz egészen biztos, hogy kell szakképzett munkaerő, és szakképzett munkaerő pedig nem elképzelhető azon fiatalok nélkül, akik most életük egy nagyon nehéz döntésén túl, egy nagyon érdekes néhány hét előtt állnak, és bízom benne, hogy néhány hét múlva pedig az abban így a műszaki kar hallgatói lesznek. És a legfontosabb, hogy kívánok mindenkinek sok sikert, vagy nem tudom, szabad ilyet mondani, jogászoknál ezt szokták mondani jó hallgatóként, hogy kéz- és lábtörést mindenkinek az érettségihez és a felvételihez, és tényleg kívánjuk azt, hogy sikerüljön bejutni a felsőoktatásba, azon belül pedig kívánjuk, hogy az abban így a műszaki karra itt akár a duális képzés formában kezdjék el majd Székesfehérváron a tanulmányaikat. Úgy gondoljuk, hogy ez a város azt a képzési struktúrát tudja megadni, amivel a leginkább föl lehet ma készíteni egy fiatal arra nagybetűs életre, ami várja majd őket a munkaerőpiacon. Ráadásul olyan szakmák tekintetében, amire óriási a kereslet, nem véletlenül van ennyi duális partnerünk, akiket ezúton is szeretnék nem csak köszönteni, hanem nekik megköszönni az első pillanattól kezdve partnereink ebben az együttműködésben. De azért is, mert ez az ipar világ legkorszerűbb technológiáját tudja itt Székesfehérváron. Nem lehet ennél korszerűbb technológiával, mondjuk robot technológiával a világ más pontján sem találkozni, mint ami egyébként itt van a városban, sőt, ahol pont az Albarégi a műszaki karnak és cégeknek köszönhetően egy olyan képzési struktúra is indult szeptembertől, ahol már robotokat labor és egyéb tantervi követelmények között lehet majd megtanulni. Ez a technológia tehát itt van, és közös lehetőségünk az, hogy ezzel éljünk. És a fiatalok pár év alatt olyan tudásra tegyenek szert, ami gyakorlatilag a világ legkorszerűbb tudásának felel meg itt a 21. század elején. De emellett azért azt se felejtsük, hogy a diák életről is szól mindig az egyetemi időszak, ez mindig minden időszakban így volt. Ezért szeretnénk azt is, hogy aki idejön és kap egy korszerű tudást, és kap fantasztikus partnereket, egy nagyon jó egyetemet, az kapjon hozzá egy jó várost is. Ahol jó egyetemistának lenni, ahol jó élni, ami tele van az ő, a ti számotokra is élettel, és azt a sok-sok élményt, emléket össze tudjátok szedni, amitől az egyetemi időszak az ember életének egyik legszebb időszakinek neked megadott, mert olyan barátságok, adott esetben szerelmek szövődnek, amelyek aztán az egész életben elkísérnek mindenkit. Ehhez Fehérvár próbál minden keretet megadni, Petőfi kultúrtanszékkel, programokkal, rendezvényekkel, fesztiválokkal, és egyet kérünk csak cserébe, hogy legyen fiatalos hangulata a város. Azt viszont mi már sajnos nem tudjuk megadni, azt a fiatalok tudják megadni, úgyhogy e tekintetben van egy kölcsönösség, adunk egy keretet, és azt kérjük, hogy ti meg töltsétek ki, és legyen valóban jó hangulata ennek a városnak. Olyan hangulata, amit csak a fiatalok tudnak egy város közössége számára megadni. Még akkor is, ha néha felnőttek egy kicsit düdörögnek ezért, meg kicsit hangos, meg más a zene, meg más
amint a mi időnkben, de mindenkit vigasztalnék, hogy ugyanezt megkaptuk a saját fiatalkorunkban az akkori felnőttektől, úgyhogy ezzel túl sokat nem kell foglalkozni, azzal viszont igen, hogy milyen életvárások. Ehhez viszont tudás kell, tapasztalat kell, és ez viszont a ti felelősségetek is. Később az Óbudai Egyetem rektor helyettese a németországi minta alapján összeállított duális képzési forma előnyeiről beszélt. Kiemelve, ma a magyar iparnak is nagy szüksége van erre a fajta gyakorlatorientált képzésre. Az ipar számára ez a képzés rendkívül fontos. Ez azzal is indokolni tudom, hogy Németországban, ahol pörög az ipar, ott 2016-ban több mint 100 000 hallgató volt egyidejűleg bent ebben a képzésben. Ez egy rendkívül gyakorlatorientált, tulajdonképpen egy kettősséget, ahogy a neve is tükrözi, egy kettősséget ad, részben az elméleti anyag, amit megkapnak az egyetemen, részben pedig az a teljesen gyakorlati anyag, amit megkapnak a cégeknél. Volt egy érdekes mondása Michael Jacksonnak, ő azt mondta, hogy a tanulás akkor jó, ha a mesterektől el tudjuk lesni azt, amit csináltak, ugye aztán később ő is ezt mesteri szinten csinálta. Itt is lényegében ez a filozófia. Megadjuk a gyakorlati, a szélesávú elméleti képzést, és a gyakorlati képzést, hogy hogy működik ez ténylegesen az iparban, a vállalatoknál minden nap, a modern technológiával, ezt viszont ott tudják ellesni a hallgatók. Erre szeretnénk felhívni mai napon a figyelmüket. A gyakorlatorientált képzés, ez a ténylegesen a gyakorlatban hogy néz ki nagyjából? Tehát, hogyha mondjuk egy havi óraszámot nézünk, akkor hogy történik ez, mennyi ebből az elmélet, mennyi ebből a gyakorlat, illetve hogy történik ez a gyakorlat? Ez úgy történik, hogy a hallgatók részt vesznek 14 héten keresztül az oktatásban, és utána van egy 6-7-es periódus, amikor ténylegesen a cégnél töltenek el, és az évente kétszer. Tehát ebből azt lehet látni, hogy ők valóban egy jelentős óraszámot töltenek el, és akkor ott valós feladatokat oldanak meg olyan mondjuk úgy mestertanárok vagy mesterek vezetésével, akik részben egy kicsit az oktatáshoz is értenek, tehát didaktikailag helyesen tudják felépíteni, részben pedig valóban mestereik a szakmának. Ez egy nagyon jelentős idő. Régebben voltak korábbi képzések során, voltak ilyen gyakorlati periódusok, de az is maximum egy évben egy hónap volt, ami nem volt, az a 4 hét, az nem volt elegendő arra, hogy mélységében megismerjék. Ez a mostani körülbelül 3 hónap, ez már valóban megfelel annak az elvárásnak, vagy annak a szintnek, amit aztán később az ipar elvár a hallgatóktól a gyakorlatorientáltságot tekintve. Maga az elméleti képzés, ez mennyire tud idomulni a gyakorlatihoz? Tehát, vagy vannak-e ilyen elvárások, hogy mondjuk a stratégiai partnereknek ez az elvárása, hogy így legyen az elmélet? Igen, természetesen figyelembe vesszük. A mostani képzésnél is, tehát a hagyományos BSC, MSC képzésnél is figyelembe vesszük, hiszen ha azt vesszük, akkor a mi megrendelünk az ipar. Tehát nekünk idomulni kell technológiákhoz, idomulni kell az új módszertanokhoz. Természetesen ott nem mindig az egyes cégeknek a termékei jelennek meg, nekünk azért egy kicsit távolságot kell tartani. Az azt jelenti, hogy több cégnek a technológiáját is, a módszertanát is be kell vezetni. De valóban vannak olyan eszközök, amik ténylegesen megjelennek a cégnek, a cég termék, ami megjelenik az oktatásban. Ilyen például a Microsoft termékek, ilyenek például az SAP termékek, és így tovább. Tehát van egyfajta közvetlen kapcsolat is, de igyekszünk azért több cégnek az igényét, több cégnek az elvárásait is megvalósítani. Ha a duális képzésről beszélünk, akkor azért nem beszélhetünk egy nagyon régi képzésről, mert talán Fehérváron is egy ilyen 2-3 éve van erre lehetőség. Ez alatt az idő alatt előjöttek el a képzési formának ilyen gyerekbetegségei, amiket mondjuk a jövőben meg kellene változtatni, vagy ahogy neki indultak az egész modellnek, az úgy rendben van, egyelőre úgy tűnik. Mivel a több évtizeden működő német példát vettük át, ezért nagyon sok gyerekbetegséget, amit ők akkor annak idején átéltek, ezt már meg tudtuk előzni. Természetesen vannak olyan szervezési problémák, olyan egyeztetések, olyan esetleges elvárási különbségek, amelyeken dolgoznunk kell. Tehát mindenképpen kell azért tenni annak érdekében, hogy még jobb, még tökéletesebb legyen. Ha statisztikát nézzük, akkor mondjuk a hallgatók, vagy hát a leendő hallgatók szemszögéből arányaiban mennyire népszerű jelenleg ez a duális képzés? Tehát, hogy inkább a hagyományosra jelentkeznek még, de már mellette feljövőben van a duális képzési forma, vagy esetleg már felfelé arányban van ez, hogy alakul ez statisztikailag?
A normál képzésre felvett hallgatók száma az körülbelül stabil az elmúlt években, viszont a duális képzésre felvett hallgatók száma az egy gyors emelkedést, egy növekedést mutat. Tehát nagyon bíztató, azt nem mondom, hogy el fogjuk érni nagyon hamar azt az arányt, ami Németországban van, de nagyon erősen tartunk afelé, hogy valóban a duális képzés az egy elismert és a hallgatók által, vagy a leendő hallgatók által szeretett, kedvelt képzés legyen, ugyanúgy, mint az ipar számára is. Cél-e az, hogy csak a duális képzési forma maradjon majd a jövőben, vagy azért a hagyományos képzési forma mindig is ott lesz majd emellett? Nem mondanám, hogy az a cél. A hagyományos képzési forma mindenképpen ott lesz, hiszen vannak olyanok is, akik esetleg kutatónak mennek, akik olyan fejlesztő vagy tervező mérnökök lesznek, akik egy kicsit távolságot tartanak ettől a technikától. Nem csak a műszaki oldalra kell gondolni, a gazdaságban, például Németországban kétharmadában műszakiak, egyharmadában gazdaságiak szerepelnek ebben a 100 000-es létszámban. Tehát azokra is gondolni kell, nem fogja szerintem kiszorítani a hagyományos képzést, az is meg fog természetesen maradni, be fog állni egy egységes arányra. A duális képzésben résztvevő leendő hallgatók azzal az előnnyel kezdhetnek majd a munkaerőpiacon, hogy az egyetem elvégzésekor már 3,5 év munkatapasztalatot tudhatnak magukénak, így szakmailag már nem számítanak pályakezdőnek. Idén már több mint 170 duális férőhelye van az Óbudai Egyetemnek, amit a gazdasági partnerekkel együtt kínálnak a diákok számára sikeres felvétel esetén.